Szeretettel köszöntök mindenkit! Kübler Andrássy Judit vagyok, és több mint 20 éve foglalkozom telekommunikációval nemzetközi környezetben. Közel egy éve vagyok a CETI Magyarország vezérigazgatója. Mi építjük és üzemeltetjük Magyarországon azt a mobilhálózatot, aminek több mint 3 millió jettel ügyfelek kommunikál és internetezik. Valamint IT infrastruktúra, kiberbiztonsági és adatközponti szolgáltatásokat nyújtunk. Büszkék vagyunk, hogy ezáltal nagyban hozzájárulunk Magyarország digitális fejlődéséhez. Mivel a digitalizációnak kommunikációra van szüksége, és a kommunikáció napjainkban leginkább digitális. Úgy érzem, hogy a legjobbkor érkeztem a céghez. Miért is? Mert az elmúlt pár évben megsokszorozódott a jelentősége a digitalizációnak. Kezdődött a COVID-járvánnyal, amikor is a kommunikáció nagy része átterelődött digitális csatornákra. Mindenki emlékszik, hogy a gyerekek az iskolában digitális oktatásban vettek részt, amikor a mobiltelefonunk volt a videóhívások kapcsán, a kapcsolat a külvilággal, és még volt, hogy borkóstolókat is tartottunk online, szerencsére a bor nem volt digitális. Ezekben az években felerősödött a home office-ban való munka, ami már napjainkban szerves része az életünknek, és a CETI-nél a mai napig hetente 2 napot dolgoznak a kollégák otthonról. A digitális kommunikáció ma a gazdaság és a szociális interakció motorja. Büszkék vagyunk arra, hogy a CETI-nél a csapatunkkal mindehhez egy modern, 5G infrastruktúrát, egy jövőálló telekommunikációs hálózatot biztosítunk. Hiszünk abban is, hogy a partneri hálózat az ökoszisztéma a digitalizáció kapcsán nagyon fontos. Stratégiánk részeként kiemelt szerepet kap például az építőipar, a rendszerintegrátorok, az IT cégek, illetve más vertikumok számára szolgáltatásként nyújtott távközlési infrastruktúra biztosítása. Célunk, hogy ezekkel a cégekkel partnerségi megállapodásokat kössünk, ezáltal is biztosítva, hogy a partnereink minél magasabb színvonalon tudják ügyfeleiket szolgálni. Azonban a távközlés régen is, de még most még inkább rendkívül beruházás igényes, intenzív, forrásigényes iparág, meglehetősen hosszú távú megterülési időtartammal. Például a Balatonnál évről évre 40%-kal növekszik az adatforgalom, ami ma 4 és 5G technológiákkal folyamatos kapacitásbővítéssel szolgálható ki, de a távközlési szakma ma már a következő generációs 6G technológiával is intenzíven foglalkozik. Kapacitásbővüléshez pedig szükségünk van a hálózat sűrűsítésére, azaz új tornyok, állomások, antennák építésére. Ha egyszerre akarunk jelentős fejlődést elérni és fenntartható, megfizethető távközlési szolgáltatásokat, akkor mindenképpen változtatnunk kell, és méretgazdaságosságot kell növelni az iparágban. Stratégiai célunk, hogy az infrastruktúránkkal több távközlési szolgáltatót szolgálunk ki. Ehhez egy támogató szabályozási környezetre is szükségünk van. Összességében azért, hogy a nemzetközileg versenyképes telekommunikációs hálózatot építsünk, a növekvő adatéhséget kiszolgáljuk, lefedjük a fehér foltokat, felzárkozzunk az elmaradt területeken, szükségünk van a támogató szabályozási környezetre. Ennek az infotérnek, ebben a csodálatos épületben a tematikája is 3 témakör közé csoportosul, a kiberbiztonság, az energiabiztonság és a mesterséges intelligencia. Mind a 3 olyan terület, ami nagyon közel áll a CETI-nhez. Az idő rövidsége miatt engedjék meg, hogy itt csak a megújuló energia témakörre térjek ki. Az elmúlt évben gombamódra szaporodtak a háztetőkön a napelemek, önök közül is bizonyára sokan telepítettek napelemet a háztetőikre, és ami a háztartásoknak fontos az iparágnak is. És a telekommunikáció pedig egy nagyon energiaintenzív iparág. Az energiabiztonság, a változatos energiaforrások és különösen a megújuló energia elterjedése a szektorban az egyik kiemelkedő prioritásunk. Elkerülhetetlen, hogy az iparágunkban is megjelennek azok a források, amelyek az ilyen beruházások gyorsabb megvalósítását támogatják, legyenek azok uniós vagy akár hazai források. Végezetül 3 pontban szeretném összefoglalni röviden az előadásom lényegét. Az első, stratégiákban kiemelt fontosságot kap a más vertikumokkal való partnerségi együttműködések. Második,
A távközlés rendkívül beruházás igényes iparág, illetve ezért stratégiai célunk, hogy az infrastruktúránkkal több távközlési szolgáltatót szolgáljunk ki. És harmadik pedig, hogy fontos az iparágunkban is megjelennek azok a források, amelyekkel a megújuló energiafelhasználás szolgáltató beruházások gyorsabb megvalósítását támogatják. Egy szó mint száz, az infrastruktúrájé a jövő, amihez három dolog mindenképpen kell, pénz, pénz és partnerségek. Köszönöm a figyelmet!